A 2013-14-es tanévben is folytatódik az iskolai rendőrprogram, ezért fokozott rendőri jelenlétet biztosítottak az iskolák mellett, járőrök és közterületfelügyelők segítették a gyalogosokat a zebránál. A Látni és Látszani program keretein belül felkészítik a gyerekeket is a megváltozott őszi időjárási viszonyokra. Mivel ősszel korábban sötétedik, a kerékpárosok szürkületben és sötétedés után is gyakrabban közlekednek járműveikkel. A ködös, borongós esős idő esetén nagy mértékben romlanak a látási viszonyok, ezért kiemelten fontos a kerékpárok kivilágítása már korlátozott látási viszonyok között is. Éppen ezért tartottak a rendőrök ellenőrzést az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola előtt. Megállították a kerékpáron közlekedőket, hogy megbizonyosodjanak róla, minden felszerelésük megvan-e, és a Városi Baleset Megelőzési Bizottság jóvoltából prizmát és láthatósági mellényt ajándékoztak nekik. Évről évre egyre jobban felkészülnek és odafigyelnek arra, hogy láthatóvá váljanak. A kapott, illetve vásárolt láthatósági mellényeket azokat használják, és a világításokat, külön prizmákat azokat pótolják a kerékpárokon. A biztonságos és szabályszerű kerékpározáshoz elengedhetetlen a bicaj megfelelő felszereltsége. Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő ruházatot kell viselniük. A 60-i kerékpárosok az ellenőrzés során jól szerepeltek. A legtöbbjüknek rendben volt a felszerelésük, akinél hiányosságot fedeztek fel, annak pótolták azt a rendőrség munkatársai. Ugye, hogyha sötétbe megyünk, akkor lámpa, minden, akkor biciklis úton igyekszem közlekedni. Hát az a kereszt szabályait be kell tartani természetesen. Zebrán le kell szállni róla, hát úgy kell áttolni a biciklit. A elsőbség adásra úgy szoktam leállni, hogy látom, hogy mások is leállnak, ahol nincsenek ilyen rendőrlámpák. Aztán szép lassan óvatosan, hogy nehogy baj történjen. Az ellenőrzésben résztvevők nagyon örültek a láthatósági mellénynek és a prizmáknak. A rendőrség munkatársai a 60-i közlekedésről is tájékoztatták a kerékpárosokat. A belvárosba egy tévhitet hagyosztassak el, a Kossuth téren tilalmazott is például a kerékpáros közlekedés. A járdán közlekedhet a kerékpáros, részükre csak annyi megkötés van, hogy 10 km/h sebességgel közlekedhetnek, illetőleg a gyalogos forgalom zavarása nélkül. A 60-i rendőrkapitányság munkatársai a kerékpár elengedhetetlen kellékeit örömmel osztották ki a bicajosoknak és a járókelőknek is, annak érdekében, hogy a kritikusabb őszi időszakban is minimálisra csökkentsék a balesetek kockázatát.